Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A mögöttünk hagyott 365 nap eseményei rendkívüli mértékben felzaklatták a hazai társadalmat. Nem csak a politikai fronton tapasztalt kiszámíthatatlanság, hanem a világjárvány jelentette bizonytalanság is súlyosbította a helyzetet. Egyes vélemények szerint békeidőben másképp viszonyult volna a lakosság az olykor értelmetlennek tűnő politikai csatározásokhoz is, vagy ha úgy tetszik, elnézte volna a botrányokat, amelyek erőteljesen érzékelhetőek voltak az egész társadalomban. Persze a kijelentés megfordítható, ha a politikum nem az általa generált válság menedzselésével, hanem a járvány hatásainak a csökkentésével foglalkozott volna, minden bizonnyal kevesebb áldozatot követelt volna a negyedik hullám, és megkockáztatható, hogy másképp néznénk szembe az ötödikkel. Erre vezethető vissza a politikai osztállyal szembeni elégedetlenség, a hatóságokkal szembeni bizalmatlanság. Mindezért nagy árat fizet az ország, hisz a hatalomba, az intézményekbe vetett bizalom összeomlása, a radikális, szélsőséges hangok felerősödése mind-mind olyan jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. De ez most már a múlt. Most nézzünk a jövő felé, és beszéljünk arról, hogy mi várható, és mit kell tenni annak érdekében, hogy az egyes helyzetekből ki tudjuk hozni a maximumot. Két újságíró kollégámmal beszélgetek ma arról, hogy milyen esztendőnek nézünk elébe. Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője, és Szőcs Levente, a Bukaresti Rádió szerkesztője a vendégeim. Uraim, jó estét, szervusztok! Jó estét, és boldog új évet az RDI TV nézőinek! Igen, én is boldog új évet kívánok a nézőknek, ezt minden évben elfelejtem megtenni, mert hogy nem az év első napján dolgozunk. Attila, mennyire fedi a valóságot az a kijelentés, hogy a 2021-ben átélt politikai instabilitás leküzdése az idei évnek a fő kihívása, nyilván a szegénység, valamint a korrupció leküzdésén kívül, és a világjárvánnyal, illetve a legalacsonyabb oltási arányjal kell szembenéznie az országnak? Félig meddig, mert azt hiszem, hogy az idején vannak nagyobb kihívások is, és ez nem a politikai stabilitásnak a biztosítása elsősorban, hanem a gazdasági stabilitásnak. A gazdasági stabilitás pedig szükséges ahhoz, hogy politikailag stabil legyen az ország. Tehát, hogyha nagyon nehezen lesznek megoldhatóak a gazdasági problémák, akkor a politikai pártok közt is elkezdődik az egymásra mutogatás. Azonban ehhez nagyon nagy gazdasági instabilitásra lesz szükség, mert a két nagy politikai párt, a két nagy kormánypárt az tartalékolja majd az erejét 2023 végére, 2024 elejére. Tehát nagyon fontos lesz a politikai stabilitásnak a biztosítása is, de ez azt hiszem, hogy nem fog túlságosan nehezen menni a két kormánypártnak. Egészen biztos, hogy lesznek bakalódások, lesznek egymásra mutogatások, de ezek csak olyan mértékűek, hogy mindenki megőrizhesse a maga profilját, és mindenki megőrizhesse a maga választótáborát. Levente, az 1989-es rendszerváltás óta fennálló krónikus politikai instabilitás nagyon jól példázza, hogy azóta volt 30 kormányunk, és ha nem számoljuk az ügyvívő miniszterelnököket, akkor 18 vagy 16 miniszterelnöke Romániának. A most megalakult tavaly év végén a PSD-PNL-RMDS nagy koalíció, amelynek példátlan parlamenti többsége van. Nyilván ezzel jelentős előrelépéseket is lehetne elérni, hogyha ezt valóban meg szeretné lépni a politikum, de hogy mindezek mellett nagy kérdés az, hogy hogyan fogunk beszélni a Nikolai Csuka vezette kormányról egy év múlva. Mert hogy a Florin Kütszu vezette kormánynak is nagyon örültünk, mindenki azt mondta, hogy mennyire jó, hogy következik négy év választások nélkül, és lám, egy év sem telt el, és a Florin Kütszu vezette kormány megbukott. Tehát a kérdés, Nikolai Csukának a kormányával mi lesz egy év múlva? Erre a kérdésre nem tudok nagyon röviden válaszolni, viszont az eredeti kérdésben megfogalmazott állítást korrigálnám egy picit, tehát az instabilitás leküzdése már nem feladat, én szerintem, mivel hogy ez már valamennyire sikerült, legalábbis ideiglenesen. Ugye a
múlt tapasztalatai, ami, ahogyan te is utaltál rá, nem jogosítanak fel túl sok vagy túlzott reményre, de most jelenleg stabil a kormány, tehát ebből a szempontból nincs feladat. Az igazi feladat az az lenne, hogy ezt az országot valahogyan fejlődési pályára állítsák azok, akik ezt megtehetik, és ez alatt azt értem, hogy ugye az elmúlt években, most már akár évtizedekben, 2000-től errefelé, hosszan tartó gazdasági növekedésnek voltunk a tanúi, azért mondom, hogy a tanúi, és nem a kedvezményezettjei, mert nagyon sokan ezt nem érzik, és éppen azért nem érzik, mert ebből a gazdasági növekedésből az ország nem feltétlenül fejlődött. Tehát az elmúlt napokban, hogyha valaki nézte a híreket, például láthatta azt, hogy a szállítási miniszter, ugye maga sem tudja, hogy hány kilométer autópálya épül, illetve hogy mennyit fognak átadni az épülő autópályákból, de hát azért lett ez hír, mert ez az egyik olyan terület, amire fokozottan figyel a közvélemény, és éppen azért, mert ez a fejlődésünknek az egyik mutatója. Tehát olyan szerű változásokra lenne szükség, amelyek hosszú távú hatásokat fejtenek ki. A helyreállítási terv az unióval egyeztetett, hosszan egyeztetett helyreállítási terv, ehhez biztosítaná a keretet és a finanszírozást is, és azt hiszem, hogy jövő ilyenkor majd látni fogjuk azt is, hogy sikerült-e elindulni ezen az úton, vagy sem. Tehát azt akarod mondani, hogy a túlélésnek a záloga, mint az ország túlélésének a záloga, ez az országos helyreállítási terv, valamint a politikum túlélésének lehet záloga a helyreállítási terv. Itt gondolok arra, hogy régóta halogatott beruházásokra kerülhet sor, és ezek visszaadhatják a politikumba vetett bizalmat is. Mindenképpen igen, tehát hogyha... Ugye sokat beszéltünk arról is, hogy mennek el a fiatalok az országból, és az egyik feltétele az esetleges visszatérésüknek az lenne, hogy az ország fejlődjön. Hát ugye olyan országot akarnak, volt egy ilyen jelszó is a különböző tüntetéseken, mint odakint, ezt így fogalmazták meg. Tehát ahhoz, hogy olyan ország legyen, mint odakint, tehát nyugaton igazából, ahhoz fejleszteni kellene a közszolgáltatásokat, fejleszteni kellene az infrastruktúrát, és nem itt-ott, hanem globálisan. És ehhez biztosítaná a helyreállítási terv, ismétlem, a keretet is, és a pénzt is. Attila, valóban... Már csak meg kell csinálni. Valóban nincs politikai instabilitás, amikor... Én úgy vélem, hogy az, ami az a nagy... Szabó Ödön parlamenti képviselő mondta azt egy alkalommal egy interjúban nekem, hogy igazából az egyesség az megvan a pártok között, az egységen viszont még dolgozni kell, és amikor az egységen való dolgozásról beszélünk, akkor eszébe jut az embernek a COVID-igazolvány körüli cirkusz is, és mármint annak munkai bevezetése körüli cirkusz, van, aki akarja, van, aki nem akarja, egyik fél így akarja, a másik fél úgy akarja, tehát én azt látom, hogy azért az a nagy-nagy egység még nincs meg, és ezért még bármelyik pillanatban számítanunk kell arra, hogy robban a puliszka. Természetesen a kötelező oltás bevezetésének a kérdése azért volt ilyen bonyolult, és azért nem sikerült megoldani ezt a kérdést közös egyetértésben, mert a szociáldemokrata párt jól érzékelte, hogy a saját szavazótábora nem kívánja ezt bevezetni. A liberálisok viszont ragaszkodtak ahhoz, hogy ezt bevezessék. Neki már nincsen túl sok veszíteni valójuk a választásokon, hiszen csak egy kicsit mozdulhat el fölfele az a szám, amely az ő támogatottságukat jelzi. De én azt gondolom, hogy a nagy próbatétel a kormány számára az éppen a helyreállítási terv végrehajtása. Ez lesz a mérgezett alma, hiszen amikor megérkezik, már meg is érkezett egy bizonyos összeg ebből az Európai Uniós támogatásból, akkor kérdés lesz, hogy le tudnak-e mondani arról,
hogy ezt a pénzt ügyesen fosztogassák, vagy pedig ügyesen fogják osztogatni, de mindenképpen itt valószínű, hogy össze fognak zőrenni ezeken a tételeken, és Lemente mondta, hogy óriási esélyt kínál a helyreállítási terv, viszont azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ennek a végrehajtása ez 2023-ban lezárul. Tehát egy teljes szemléletváltásra lenne szüksége a kormánynak ahhoz, hogy az érkező összegeket eredményesen, gyorsan tudják feldolgozni, és a 30 évnek a tapasztalata azt mutatja, hogy Romániában nagyon-nagyon lassan őrölnek a bürokrácia malmai, nagyon-nagyon lassan lehet kimozdulni a holtponttól, és félő, hogy eltelik 22, eltelik 23, és kiderül, hogy volt ugyan lehetőségünk ezeket az összegeket felhasználni, de hát nem sikerült olyan terveket benyújtani, amelyekkel el lehetett volna számolni ezeket a pénzeket. Levente, a Pénéréré révén valóban felzárkózhatunk a szó jó vagy nemesebb értelmében véve bálványozott nyugathoz, vagy mi kell ahhoz, hogy valóban felzárkózhassunk a nyugathoz, vagy ahogy te fogalmaztál, hogy úgy éljünk, mint kint? Hogyha ez értődött, akkor rosszul fejeztem ki magam, valószínűleg én nem arra gondoltam, nem arra utaltam, hogy úgy éljünk, mint kint, mert ahhoz 300 vagy 1000 év kellene, hanem az attitűd, az életmód, a gondolkodásmódunk tulajdonképpen, tehát hogy megváltozzon az, ahogyan viszonyulunk bizonyos dolgokhoz. Most gondolok arra például, hogy minden polgármester minél több pénzt le akar hívni a kormánytól, úgymond harcol a központi hatalommal azért, hogy minél több forráshoz jusson, és akkor olyan forrásokat is lehív, amire nincsen szüksége. Ez túlzásnak hangzik olyan emberek számára, akik esetleg nem hallottak ilyen példákról, de épülnek, javítanak iskolákat olyan településen, ahol nincsenek már gyerekek. Tehát erre gondolok, amikor azt mondom, hogy az attitűdnek kell megváltoznia a beruházásokhoz, általában a közpénzhez. Tehát ez az egyik dolog. A másik pedig az, amiről Attila is beszélt, hogy a munkahelyi COVID-igazolványnak a bevezetéséről nem sikerült megállapodni. Hát nem sikerült megállapodni elsősorban azért, mert egyik pártnak sem érdeke elfogadni ezt a törvényt. A liberálisoknak sem, én úgy vélem Attilával ellentétben. Tehát a koalíciós pártok közül igazából csak az RMDSZ állt ki folyamatosan amellett, hogy ezt a munkahelyi igazolványt bevezessék, és akkor nem is csodálkozhatunk, hogy végül nem sikerült. Most kiemelkedően fontos meglátásom szerint az elkövetkezendő egy évben az, hogy hogyan fogja kezelni a kormány a járványhelyzetet, vagy reményeink szerint, ha a következő egy évben nem is, de az Országos Közegészségügyi Intézet jelentése szerint itt 2-3 héten belül 25 ezres napi esetszámokkal kell szembenéznünk. Tehát nagy kérdés az, hogy a jelenlegi kormányzat, amelynek az egészségügyi minisztere egy szakember Alexandru Rafila személyében, az hogyan fog viselkedni? Ugyanúgy, mint ahogy az előző kormány, láttuk azt, hogy az intenzív terápiás osztályok megteltek, intenzív terápiás osztályok vagy kórházi osztályok gyúltak fel. Volt egy tapogatózás, amit a Diana Sosoáka, illetve az ő hívei használtak ki, és elkezdődött most, hogy mekkora köze volt ennek, vagy sem, most nem menjünk bele, de hogy mindenképp elkezdődött a társadalomnak a radikalizálódása. Kérdés, most hogyan fogja tudni kezelni a kormány a járványhelyzetet? Most én nem is tudom, hogy miért kell erről beszélnünk. Hát a nyár elején Klaus Johannis bejelentette, hogy legyőztük a járványt. Ezzel gyakorlatilag akár csak a korrupció esetében nem is lenne már ez téma. Én azt hiszem, hogy a járványkezelés módszereiben nem fog beállni túl nagy változás. Lekéstük
azt az időszakot, amikor meggyőzhettük volna az embereket, hogy oltakozni az jó, és hogy valóban az védelmet nyújt. Utána minden egyes próbálkozás kudarcba fulladt, lásd az iskolai teszteléseket, amelyek egyszerűen hát nevetségesek és teljesen fölöslegesek. Hogy ne kezdjük azért ilyen negatív hangulatban ezt az évet, azért hadd mondjam el, hogy nem egészen biztos, hogy a járvány ötödik hulláma az épp olyan nagy megpróbáltatás elé fogja állítani Romániát, mint a negyedik hullám. Ugye a nyugatról érkező tanulmányok azok azt valószínűsítik, hogy ugyan sokkal többen fognak megfertőződni, de kevesebben kerülnek kórházba, és még kevesebben kerülnek olyan állapotba, hogy lélegeztetőgépre kell őket kapcsolni. Természetesen a kormány nem dőlhetne hátra, hiszen ha valahol mégis negatív következményei lesznek az ötödik hullámnak, akkor az Románia, pontosan az átoltottságnak a kapcsán, hiszen nagyon kevesen vannak azok, akik beoltották magukat a harmadik dózissal is. Tehát én azt gondolom, hogy a kormány nagyon keveset fog tenni, és nagyon keveset fog tudni tenni a járvány leküzdésére. Minden ugyanúgy fog történni, mint eddig is. Tulajdonképpen hát abban bízhatunk, hogy túléljük ezt a hullámot. Mostani hír, hogy Nikolaj Csuk találkozott, miniszterelnök találkozott a Viktória palotában azokkal a miniszterekkel, akik érintettek a járványkezelésben, valamint Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkárral, és arról határoztak, hogy kötelezővé tennék mindenhol az FFP2-es típusú maszkoknak a használatát, valamint az iskolákban tesztelnék a diákokat, tehát nem otthon, hanem az iskolában történne a diákok tesztelése. Nyilván ez a személyzetre van szükség. Ami nem lesz, és az FFP2-nek a bevezetése is egy elkésett intézkedés, hiszen Ausztriában az első pillanattól fogva kötelező volt az ilyen típusú védőmaszkoknak a használata, és ha minden igaz, amit az orvosok és kutatók állítanak az Omikron törzsről, ezek sokkal fertőzőbbek, tehát az FFP típusú védőmaszkok sem fogják tudni megvédeni főként használóikat. Főként akkor, ha az órunk kilóg belőle, mint ahogy. És emlékszem arra is, hogy a kormány elfogadta, hogy több millió maszkot vásárol, amelyet a rászorulóknak fog kiosztani. Ugye tudomásom szerint meg is vásárolták, senkinek sem osztották ki. Tehát ezek betagozódnak abba a járványkezelésbe, aminek a következményeit látjuk. Levente, járványfronton szerinted hogyan fog teljesíteni a jelenlegi kormány az elkövetkezendő egy évben? Szerintem ugyanúgy, ahogy az előzőtől láthattuk. Egyébként az iskolai tesztelés a legjobb példa arra, hogy mennyire nem működik az a fajta politika, amit az előző kormány is gyakorolt, és ez is boldogan átvett, idézőjelben boldogan természetesen. Tehát ugye, ha visszaemlékszünk, akkor tavaly tavasszal merült fel először az, hogy az iskolában a gyerekeket tesztelni kellene, akkor azon bukott meg a kezdeményezés, vagy a gondolat, hogy a szülők úgymond orvosi beavatkozásnak minősítették azt, hogy az ő gyerekeiknek az orrába egy pálcikával benyúljanak mintát venni, és ragaszkodtak ahhoz, hogy csak is hozzájárulással tesztelhessék a gyerekeket. Akkor utána emiatt amellett döntöttek, hogy végül nem nyálkahártya tesztet, hanem nyáltesztet alkalmaznak az iskolákban, és akkor még belementek abba is, hogy itt is a szülői engedélyhez kötik a tesztnek az elvégzését, aztán belementek abba, hogy a tanárok ne kelljen teszteljenek, hogyha nem akarnak, és a végén lett az egészből egy nagy katyvasz, nincs tesztelés, nem lehet tudni, hogy hol tesztelnek, mit tesztelnek, ki tesztel, milyen eredménnyel. Az egész egy nagy zűrzavar. Tehát
kormány az mindig a gyengébb ellenállás irányába próbált elmenni, ahol egy pici ellenállásba ütközött, ott rögtön meghátrált, hogy nehogy a népszerűségéből veszítsen, és ennek ellenére ugye látjuk azt, hogy bizony veszítettek. Tehát nem lehet biztosra menni, ők megpróbálták a látható eredménnyel. Ehhez tartozik az is egyébként a látható eredményekhez, hogy az állampolgároknak a bizalma még inkább megingott a kormányban. Most már ugye azok sem bíznak a hatóságokban, akik nem ellenezték a kezdettől fogva sem a tesztelést, sem a maszkviselést, sem az oltásokat. Ugye azoknak más okból rendült meg a bizalma. Éppen az ilyen zűrzavar, bizonytalankodások miatt. Ha már veszteségekről, meg bizalomról beszélünk, akkor mindenképp beszélni kell arról is, hogy milyen belpolitikai mozgásokra számíthatunk az elkövetkezendő időszakban, hisz a Nemzeti Liberális Pártnak a lejtmenete folytatódik, a Szociáldemokrata Párt az most az elmúlt hónaphoz képest stagnál, az AUR viszont növekszik, a Mentsétek meg Romániát szövetség szintén csökken, Nemzeti Liberális Párt Attila marad, Florin Kücsú a Nemzeti Liberális Párt élén, vagy most már arra kell várjunk, hogy fog jönni egy erősebb ember, aki ki tud alakítani maga körül egy erőteret, és Florin Kücsú megy Ludovik Orbán mellé. Ha nem volt szerencsés megszervezni ezt a belső választást, akkor, amikor a Nemzeti Liberális Párt erős volt és hatalmon volt, akkor most, amikor a Nemzeti Liberális Párt gyengélkedik, akkor teljesen ellenjavalt lenne. De hát az, amit mi látunk, azt nem biztos, hogy látják a Nemzeti Liberális Pártnak a tagjai, és nem biztos, hogy lemondanak arról, hogy a teljesen haszontalanná vált Florin Kücsút, aki továbbra is hát szép jövőt álmodik, és ezt el is mondja nekünk, hogy megtartsák a párt élén. Nem kizárt, hogy valaki meg fog erősödni a Nemzeti Liberális Pártból, és akkor megszerzi az újabb nyertes csapatot. Ez egyébként egy rossz politikai akció lenne. Én azt hiszem, hogy a Szociáldemokrata Pártnak és a Nemzeti Liberális Pártnak is fel kell ismernie a közvéleménykutatási adatokat elemezve, hogy hiába tartanának előrehozott választásokat, vagy ha választásokat tartanak, és hasonló lesz a pártoknak a támogatottsága, akkor más koalíciót, normális koalíciót nem lehet létrehozni. Tehát azért jó lenne, hogyha nem egymás ellen acsarkodnának, hanem igazán igyekeznének bevezetni azokat a demokratikus intézkedéseket, amelyek egy normális országnak a vezetéséhez szükségesek, és megerősítsék az állami intézményeknek a hitelét. Levente, az elmúlt időszakban sokat beszéltünk arról, hogy a kormányválság mögött Klaus Johannis államfő állt. Maradt Klaus Johannis államfőben potenciál arra, hogy itt az elkövetkezendő időszakban is beavatkozzon a hazai belpolitikai életbe? Hát folyamatosan be fog avatkozni szerintem, ahol úgy gondolja, hogy idézőjelben szükség lesz a beavatkozására. Szükség alatt ugye mindig az ő érdekét, a személyes érdekét kell érteni, ugyanis erre nem is, nincs is jobb példa, mint az, ami, vagy bizonyíték, mint az, ami az elmúlt ősszel történt, tehát aminek semmi köze nem volt a közérdekhez, nem azért tartottak belső választásokat, nem azért kellett leváltani Ludovik Orbánt, mert jobb úgy a kormánynak, az országnak, egyedül Klaus Johannisnak a happye volt ez, mondjuk ki világosan, őszintén, és én arra számítok, hogy az elkövetkezőkben is így fognak menni a dolgok. Reménykeltő, hogy a következő egy évben nem nagyon néz ki olyan esemény, ami miatt neki meg kellene kavarni a dolgokat a liberális pártban, és akkor valószínűleg a kormánykoalícióban is eléggé nyugodt állapotok uralkodnak majd.
Van még két percünk, Attila. Az RMDSZ-nek milyen mozgástere lesz a kormányalakítás után, a PSZDP-nél a RMDSZ nagy koalíció megalakulása után? Azt mondták az RMDSZ vezető politikusai, hogy a politikai súlyának megfelelően tudott érvényesülni az RMDSZ. Valóban sikerült megőriznie azokat az előnyöket, amelyeket a kormányzás kiválthat, anélkül, hogy bármit is tett volna, nagyon okosan, bölcsen hallgatott ebben a konfliktusban, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát konfliktusában, és elérte azt, amit már nagyon régen tudtunk, de eddig még a két nagy párt, a liberális és a szociáldemokrata nem ismerte el, hogy az RMDSZ stabilitási tényező a kormányban. Ha ügyesen sáfárkodik az RMDSZ, akkor marad ez a stabilitási tényező, és erre a stabilitási tényezőre mindkét pártnak szüksége van. Az RMDSZ elérhet olyan eredményeket, amelyeket korábban nem érhetett el. Ezek nem lesznek látványosok, ezek tulajdonképpen csak ahhoz járulnak hozzá, hogy Székelyföld is közelebb kerüljön, felzárkózhasson az ország többi részeihez infrastruktúrális szempontból. Maradt más hátra, hogy megígérni a nézőknek azt, itt az elmúlt 28 percből az körvonalazódott, hogy lesz, amiről beszélgetnünk az elkövetkezendő 24 pluszokban is. Ambrus Attilának, a Brassói Lapok főszerkesztőjének és Szőcs Leventének, a Bukaresti Rádió szerkesztőjének köszönöm, hogy ma este itt voltak velem és válaszoltak a kérdéseimre. Én is köszönöm. Önöknek, kedves nézőim, köszönöm a figyelmet. Holnap este 8 órától ismét 24 plusz itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Jakab Orsi, a kolléganőm várja önöket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra.